első körben talán az egyik legjobb versenyző, ha nem a legjobb versenyző, a 100-as gépkocsiban helyett foglalkozik. Maga János van, Lada Fiat 1500-as gépkocsijával. Ő nagyon jó ment a gyorsasági, hasonló eredményt várunk tőle a boruláshoz. A gondol merevítéseken általában 4, 5 és 6-os kazánlemez merevítés van. Még vihetősen támadják az oldalajtót, megsérüléstől mindig a versenyző. Ennek ellenére gondolják el, hogy is uram, milyen kényelmes dolog lehet, amikor érezzi az ember, hogy egy autó hirtelen oldalba vágja. Figyelem, nemzeti színű zászló, visszaszámlálás lassan elkezdődik. A versenyigazgató helyre nézi, még a pályaoldalon bizonyára hiányzik valaki. A technikai személyzetek remélem elfoglalták a pálya körül a helyüket. Úgy látszik, még egy szép lazán ráengedett a verseny. A fiúk nagyon feszültek és nagyon figyelnek. Sok minden múlik ezen a mostani mérkőzésen. A tegnapi nappal együtt. Szép nyugodtan egyelőre. Első kör szép lazán és kihúzódva. Teljesen szép kell húzni a mezőnyt. Ne legyen mindjárt a elején torlódás. Lazán. Ez volt az első ügyenet, hiszen 3-2 egy raj! Most itt volt a kedves borulás! Borulás! Fantasztikus borulás! Megborult piros zászló! Stop! Az első borulás már is megtörtént. A 60-asán igaz, a jut egyelőre a 88-as tudja folytatni a borulás után a mérkőzést. Lehet, hogy a hűtője ment el. Pillanatokban belül kiderül, fölbírják nyitni a motorház tetejét. Addig egyelőre áll a gépkocsi. Addig a versenyt nem folytatjuk, amíg a csapatoknak a borító emberei föl nem álltak a pályákra. Technikai személyzetek, kérem, a szerelőkből álló technikai személyzetek, foglalják el. Fantasztikusan jó sikerült a 95-öst megborítottál! A 95-ös, akinek vezetője Csekő István gyárról, Lockfish 412-re már vissza is állítottál a fiúk nagyon gyorsan! És a 111-es Vakoni Márkussal szintén a borítás áldozatává vár! Borított, borítottak, 30 ragyogó pontot könyvelhet el magára! Ragyogóval! Készek a fiúk! Közben a 103-as kitolta nagyon sportszerűen a csapattársát, illetve a versenyzőtársát. Figyelem, piros zászló! Stop! Indul a mező! Ismét 111-es kompáta a 88-as! Történt a csoda, a 95-ös felborította, stop. Állás közben visszatolják a 113-ast is innen a védőfalról. Át kell tolni a 95-ös, mert összeakadta. Ragyogó borítás volt, ragyogó. És már vissza is állítottak ismét a versenytő. Azt hiszem, nagyon jó indul ez a verseny. 95-ösnél ismét állítást dolgozik, már fogjuk oda mindjárt pályára az éten. És hullanak a pontes esélytől.
Bravo! És lábra is áll! A pályáról tessenek lemenni! Addig nem szabad bejönni, míg a versenybíró piros zászlót nem ír. Kategóriusan kijelenti a versenyigazgatót, kizárja azt a gépkocsit, amelyiknek a személyzete zászlójelzés ellenére berúzt a pályára. Tessék megvárni a zászlójelzést, abban a pillanatban, ha leáll a futam, csak az ő engedélyével lehet bemenni a pályára. Személytetét, hogy ne menjen be még egyszer. Zászlójelzés nélkül, mert kizárja sajnálatos módon a nagyon jó szereplő versenyzőjét. Közben a 113-as nagyon sportfegyel ismét megtolja a gyári versenyzőt. Lendületet kapja, nem tudom, hogy sikerül-e neki, eddig még reménytelen az akció. Úgy látszik, nem akar. De sikerül, ragyogó. Sikerül, be tudod állni, és figyelem, zászló! Roy! Nagyon kemény és nagyon erős. Most meglátjuk, hogy már mindig a finálé.
Stop! 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 Stop!